Alpolgármesterként szóban, majd írásban is a jegyző urat kértem, mert ő tartja a kezében ezeket a szálakat. Tehát gyakorlatilag olyan szinten, hogy maguk a képviselők is csak az ő irodájában tekinthetnek meg bizonyos terveket, dokumentumokat, szerződéseket. Ugye jellemző fejlemény, hogy engem azért hívtak vissza az alpolgármesteri pozícióból 2020. júliusába, mert elkezdődött egy folyamatos átvilágítása a Magyar Államkincstár részéről a Csepregi önkormányzatnak, amelyik megkezdődött tavaly júliusban és idén áprilisig tartott, és például annak a megállapításai között leírták, hogy nem teszünk eleget a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek, úgynevezett információszabadság és közérdekű adatok nyilvánossága. Például 2017 óta nincsenek közzétéve az önkormányzat szerződései. 2019. október 13-a óta várok az adatokra, amikor az önkormányzati választás volt, és magam ismét bekerültem a városképviselő testületébe. Tehát azóta várom. Ami hány százalékát kaptam meg, az igazán mélységi részét azt csak a sok pályázatunk közül, körülbelül 30 pályázat közül kettőnél viszonylag részletes információkat kaptam. Választás előtt megígértem a város polgárainak, hogy áttekinthető tájékoztatás lesz nyilvánosságra hozva mindarról, amit itt Csepregen elköltöttünk, vagy akár most is elköltünk. Tehát egy közérthető beszámoló arról, hogy volt mondjuk 100 millió forint, akkor ebből konkrétan mi készült, mi mennyibe került, hogyan áll össze a 100 millió. Ugye csodálkoznak, hogy például az Esély Otthon címen a főtér sarkán álló épület, ott is a pályázat összege 102 millió, de arra már nem futotta, hogy az épületet, a főtér egyik jellegzetes épületét 1912-ben épült, úgynevezett szigliházat, hogy kívülről is rendbe tegyük. Arra bezzeg futotta, hogy a értékes korabeli nyilázzárókat, azokat lecserélték ilyen egyenműanyagokra. Az óvodánál megvalósult korábbi energetikai fejlesztés kapcsán egy a témában jártas KFT tulajdonosát kértem meg, hogy árazza be a szokásos anyagárakkal, munkadíjakkal az egésznek az értékét, és kijött nála 9 millió forint, a tényleges költés pedig 45 millió. Csepreg alsóvárosi részén az egykori Rotermann kastélyhoz kapcsolódó Malomkertnek nevezett területen vagyunk. Itt egy Csepreg zöld szíve című pályázat keretében elnyertünk 100 millió forintot a közösségi tér kialakítására. Én az eredeti terveit láttam, sikerült nagy nehezen hozzájutnom. Hát aszerint több víznyerő hely lett volna. Most ebből maradt egyetlen egy kis ivókút ott az út mellett. Illetve hát a kandeláberek lett a világítás korszerűsítve, és néhány ilyen áramvételezési lehetőség. Van ez a térkövezett felület, ami megint csak egy korábbi aszfaltos kézilabda, kosárlabda pályának a újrahasznosítása. Tehát igazából ez sem egy szűzen indult beruházás, hanem tulajdonképpen egy régi aszfaltos pálya lett letérkövezve. És ugye kialakításra kerültek sétányok, meg némi parkosítás, illetve egy kis zenepavilon. Ez került 100 millióba. Hát ugye az egész város ezen csodálkozik, hogy mi van itt 100 millió. Hát visszamenőleg szerettem volna képbe jutni, amiatt, hogy az előző évek pályázati forrásait összesítve csak nem 2 milliárd forint került felhasználásra, illetve ezek egy része még akkor folyamatban lévő pályázat volt. Csak azt nem láttam, hogy igazából ez a sok pénz, hogy ebből mi épült.
ebből mi lett, mi valósult meg. A elszámolásokat kértem a városjegyzőjétől. Ezekkel először türelmet kért, aztán némi részleges adatokat nagy nehezen hónapok múlva kaptam. Így láttam például az eredeti terveket is, hogy itt a pályázat szerint minek kellett volna megvalósulni. És a legszembetűnőbbek, amik már lezárt pályázataink, azokat mind a kettőt a Magyar Államkincstár is vizsgálta. Próbáltam például a államkincstári vizsgálati jelentést is elkérni. Hát erre azt a választ kaptam, hogy az ő irodájában bármikor megtekinthetem, de nem küldte ki. A jegyzővel, aki hát szűk körben, vezetői körben több alkalommal is kijelentette, hogy nem hajlandó a kérdéseimre válaszolni. Én ezt úgy ítéltem meg, akkor, mint a polgármester helyettese, hogy ez teljesen alapvetően megszegi a munkaköri kötelezettségeit. És az első ilyen alkalom az még a Covid-járvány kitörésekor március 13-án volt. Akkor azt mondtam, hogy most fontosabb dolgokkal kell foglalkozzunk a járvány első hullámának a helyi problémáival. Mondom, majd békeidőben vissza kell térnünk erre, hogy a jegyző mennyire hajlandó együttműködni a város alpolgármesterével. Visszatértünk erre, kiderült, hogy ugyanúgy nem hajlandó megadni a legalapvetőbb tájékoztatást sem, amit kértem. És ugye ennek a megoldása kvázi az lett a részükről, hogy a polgármesterrel és az őt támogató három képviselővel egyszerűen visszahívtak az alpolgármesteri pozícióból, mondván, hogy nehogy már alpolgármesterként kérdezzek a továbbiakban. Ugyan ezzel lényegében nem értek el sokat, mert képviselőként ugyanúgy az ember kérdezhet. És ezek a kérdések, ezek bizony ott vannak a jegyzőkönyvekben, minden egy ülés jegyzőkönyvében. Mi volt a hivatalos indoklás? Az volt a úgymond indoklás, hogy egy hamis indoklás volt, hogy én a jegyzőnek fegyelmi büntetést adtam volna, ami nem igaz. Mindössze figyelmeztettem írásban, hogy amikor a polgármesteri hivatal nem tud ügyfeleket fogadni, ez éppen július 1-én volt 2020-ban, a úgynevezett közszolgálati tisztségviselők napján, hogy akkor azt a város honlapján is, meg a hirdetőtáblákon is a lakosság tudomására kellett volna hozni. Emiatt figyelmeztettem. Most ugye ezt úgy magyarázta a polgármester, hogy én ő szerinte túlléptem a hatásköremet. Noha nem léptem túl, hát ugye a polgármester helyettese az mindarra jogosult, amire maga a polgármester szabadsága idején, és ez ilyenkor történt. Elég végigolvasni a jegyzőkönyveket, hogy egy mindig ismétlődő cégek bukkannak fel, és az ember már előre tudja, hogy ki fog nyerni. Előre lehet tudni. Tehát mondjuk azt, hogy 10-ből 10 esetben körülbelül borítékolni lehet, hogy ki a leendő nyertes. Itt fordult elő az, hogy én ismételten kértem, alapvető tájékoztatást adjon meg, és ő pedig kijelentette több fültanú előtt, hogy ő erre nem hajlandó. Nem hajlandó, írásban nem hajlandó leírni azokat a válaszokat, amiket kértem. Próbálkozott azzal, hogy élő szóban elmondja a lényeget, és hát mondtam neki, hogy ez nem megfelelő, mert ugye annak nincsen nyoma az élő szóban, amit mondott. Szóval ilyen jelenetek voltak a városháza vezetői értekezleteim. Tehát a Rákóczi utcai kerékpárúton vagyunk, ami a Vasmegyei Önkormányzattal közös konzorciumban 153 millió forintért készült el. Ezt se érti senki a városban, hogy mi került ezen 153 millióba. Tudnélik, a hidat nem érintette, sőt úgy készült el a kerékpárút, hogy a hídra kikanyarodni csak élet és baleset veszély árán lehetett a jelentős forgalomba, ugyanis ez a Csepreget, ez a Szombathelyt Sopronnal összekötő legfőbb közlekedő folyosó. Idáig le van kövezve, a
a középiskola épületétől kezdve már csak az aszfalton haladt tovább, egészen a város szélén lévő Unirív gyárig.